Szeptember 3-án került sor az intézményvezetők idei tanévnyitó ünnepségére Újbuda önkormányzatának nagy termében. Az eseményre a hivatal vezetői és képviselői mellett meghívást kaptak a Dél-Budai Tankerületi Központ vezetői és munkatársai, valamint Újbuda önkormányzata és a Dél-Budai Tankerületi Központ által fenntartott intézmények vezetői is. Dr. László Imre polgármester köszöntőjében elmondta, hisz abban, hogy az oktatási intézmények Sikerei, közös összefogással születnek meg, és csak egy összetartó csapatként lehet változásokat elérni az oktatásban. Minden tanuló megérdemli, hogy a legmagasabb színvonalú oktatásba részesülhessen, és mi, mint vezetők, felelősséggel is tartozunk ezért. Újbuda sokat tesz azért, hogy ezeket a feltételeket biztosítani tudja. Nem csak a családokat támogatjuk tanévkezdő csomaggal, beiskolázási támogatással, de a tanárok, tanítók is számíthatnak, és számítanak is, őszintén remélem ránk. A tanév kezdetével új remények és új kihívások várnak ránk, de hiszem, hogy együtt, összefogva, sikeresen meg fogunk tudni mint ahogy eddig is tettük birkózni ezekkel. Az elkövetkezendő hónapokban számítok az önök elkötelezettségére, kreativitására és szakmai tudására. A tanévnyitón orosz Anna országgyűlési képviselő felszólalásában kihangsúlyozta, nem lehet szótlanul elmenni azok mellett a problémák mellett, amelyekkel ma Magyarországon az oktatás területén szembesülünk. Sajnos azért is nagyon nagy szükség van a pihenésre és a töltődésre, mert hogy egy olyan oktatás irányítás alatt működnek önök, és egy olyan oktatás irányítás alatt járnak a mai gyerekek iskolába, ami sokszor nem könnyíti meg az iskola életében résztvevő sem gyerekek, sem pedagógusok, sem szülőknek a dolgát. Nem nagyon van értelme úgy tenni, mint hogyha egy olyan országban élnénk, ahol a gyerekek jól léte, a pedagógusok, pedagógusok szakmai és anyagi megbecsülése és a szülők partnerként kezelése kicsit is fontos lenne a hatalom számára. Nem az, ezt pontosan tudjuk, és sajnos nagyon hosszú ideje tudjuk. Tóth Endre, országgyűlési képviselő beszédében kitért arra, az oktatás irányító kezében nagy felelősség van. A pedagógusok szakmája bár nagyon nehéz, de szép és fontos hivatás. Hogy nagyon fontos, és felértékelődik a pedagógusok szerepe és különösen azoknak a diákoknak az életében, akik olyanok, mint József Attila, hogy, hogy személyes traumákkal terhelt az életük, hogy nincsenek mintaképeik, hogy, hogy tehetség van bennük, de meg kell látni ezt a tehetséget bennük. Kívánom önöknek, hogy ebben a tanévben is olyan munkát tudjanak végezni, hogy a diákjaik szeressék az önök intézményeiket, szeressenek oda járni, és tehetségeket felismerjék, tudják gondozni és adott esetben a, a, a családi nehézségeket is kompenzálni legyenek képesek. Ezt kívánom önöknek. A körülmények nem egyszerűek, de az önmunkájuk nagyon szép, és sok sikert kívánok mindenjéknek ehhez.